estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Weekend nézőit. Mai adásunkban számtalan jobbnál jobb programot ajánlunk majd az önök figyelmébe. Rögtön az elején azt hiszem, hogy igazán különleges ízekkel kezdünk. Balsa polgármester asszonyát, Somogyi Szilviát köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, szervusz! 11. alkalom ez már, amikor halat, svadacs, mió, falat, szemszálnak, ingere megkóstolhatnak a kedves nézők. Hát azt gondolom, hogy nagyon rutinosak vagytok, viszont én mindig azon agyalok magamban, hogy hát azért, amikor már több mint 10 év van egy rendezvény mögött, akkor túl nagy az elvárás esetleg, és muszáj valami újdonsággal előrukkolni. Így van ehhez nálatok? Igen, mindig megújulunk egyébként, évről évre mindig megújulunk valamiben. Most azt gondolom, hogy az elmúlt évben a komphúzó versenyünk elmaradt, és most újraindítjuk, és nem egy 15 tonnás komppal, hanem egy 40 tonnás kompot kell majd húznia a versenyzőknek rögtön a megnyitó kezdete után 12 órakor. Ez már újdonság most, kicsit nehezebb feladatuk lesz a versenyzőknek, amellett, hogy utána azért természetesen, hogyha megéheznek, akkor halat is tényleg és vadat is tudnak fogyasztani majd. Milyen volt ez a 15 tonnás? Hát ez is óriási, akkor ezt hányan húzták el? Általában egy 10-12 fős csoport húzta, és hát itt hölgyek is, sőt, jó magam is húztam 2 évvel ezelőtt, a térdem meg is érezte elég rendesen. Most úgy gondoljuk, hogy 15-20 fős csapatokkal meg lehet ezt tenni. Egyébként nem olyan nehéz, tulajdonképpen csak az elindítása, amíg elindul a vizen valami, ugye addig nehéz ezt elérni. Utána segít maga a folyó. Így van, utána már a vizen nagyon könnyű, ugyanolyan lenne, mintha a 15 tonnás szinte. Hát akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ma este még akár várjuk a csapatokat, vagy várjuk azokat. Igen. A lelkes és erős embereket, akik majd részt vesznek ebben a küzdelemben. Van valami tétje, vagy igazándiból ez a buli kedvéért történik? Inkább a buli kedvéért van. Természetesen azért ösztönzőleg hat egy kis ajándékot az első, második, harmadik helyezetnek, és hát megpróbáljuk a környező bodrogközi településeket is megkeresni, onnan is szokták képviselni a települések magukat. 11 évvel ezelőtt, már csak azért gondolom, hogy egy picit azért emlékezzünk vissza, a mostani rendezvényhez képest mondjuk szerényebb volt jóval az első? Igen, sokkal szerényebb volt. Mind az adagszám tekintetében is sokkal szerényebben és falusi viszonylatban is kevesebb adagot tudtunk átadni kóstolójeggyel vagy a vendégeinknek. Most azt gondolom, hogy ez azért már megtöbbszöröződött. Na akkor egy picit talán az ízekről meg a számokról is beszéljünk. Hány adag étel készül és mik lesznek a legkülönlegesebbek? A falubelieknek azt tudjuk, hogy szinte minden háznak jut kórhelyhalászlé, illetve a sima halászlé. Ebből készül 300-400 adag. Tehát mekkora edények? 140 literes bográcsokban, ott helyben főfrissen, és filézett halat használunk, tehát a szálkával és pontyal nem kell küszködni az embereknek. Egyébként egyik célja is ennek a rendezvénynek, hogy a pontyot népszerűsítsük. És újdonságként mindenképp még, hogy most a keszegsütésünk is, aki a sült halat szereti, az szintén ott lesz a tányérokon. És ami teljesen új dolog, az pedig most a füstölt pontykrémes lapcsánka, amely azt gondolom, hogy aki nem szereti annyira a halászlét, de szereti az ínyenc ízeket, az nagyon-nagyon fogja szeretni ezt. És hagyd mondjam el ezzel kapcsolatban, hogy a hétvégén országos halászléfőző versenyen voltunk, és ott ez a lepcsánka a harmadik helyezést ért el, úgyhogy aki eljön, az egy országos harmadik helyezést érhet el. Egy picit a receptet esetleg megosztod velünk, vagy ez titkos? Füstölt ponty, ledarálva, és hát a titkokat én se tudom teljesen, hogy milyen arányban, mert ugye aki készíti, az azért azt úgy készíti, hogy az egyedi legyen, de azt gondolom, hogy aki eljön, annak el fogja mondani ott az, aki készíti. Uh-huh. Természetesen egy kis zöld fűszer petrezselyem ugyanúgy a krumpli mellett, a reszelt krumpli mellett ott van benne, és hát egy kis fokhagyma is biztos kap helyet benne, úgy gondolom én. Na hát akkor majd ott a helyszínen kell ezt tesztelni, és a recept iránt érdeklődni, de kulturális programokkal is várjátok a kedves közönséget. Kiket és miket hallhatunk, majd láthatunk a igen, színpadon? Igen, az elmúlt évben azt gondolom, hogy kicsit csendesebb volt a rendezvényünk, most én azt szerettem volna, és itt kedvezve a balsaiaknak is, hiszen a balsaiaknak ez az egyetlen, most fesztiválnak nevezzük, vagy falunapnak, teljesen mindegy, azt gondolom, ez már azon egy picit túl van, hogy falunap. Itt
Mindenképpen azt szeretném, hogy nagyon sok balsai ott legyen, és a környező településekről általában itt vannak az emberek, de nem csak a megyéből, hanem Budapestről és a Dunántúlról is nagyon sok csoport érkezik hozzánk. És megpróbáltunk egy kicsit kedvezni azoknak, akik szeretik a Jani Csákvecát, szeretik a Balázs Fecót, és azért az éjszakai órákban a Péter Szabó Szilvia nagy koncertje is ott lesz 10:30-tól, és hát nálunk elmaradhatatlan azért a tűzijáték, ami most kicsit csúszik, és nem 10 óra, hanem évfél körül lesz. Akkor tulajdonképpen egy jó nagy 0-24 óráig tartó bulira vártok mindenkit. Egyébként kell népszerűsíteni Balsát, vagy igazándiból itt a maga a közösség összekovácsolódása és egy erős település, hát nem megteremtése, mert ugye ez már nyilvánvalóan egy élő település, de életben tartása a cél. Igen. 800 fős településről beszélünk, tehát Balsa egy 800 fős település, és azt gondolom, hogy az a maga, aki itt szervez és teszi a dolgát, az már megvan, de a fiatalok diákmunkával, a mostani lehetőséget kihasználva nagyon szívesen jönnek segíteni, és azt gondolom, hogy talán a fiatalok viszik legjobban a hírét ennek most, hogy ott rendezvény van. Jelenleg is azt gondolom, hogy plakátjainkkal, szórólapjainkkal segítjük, és hát természetesen azért a mostani internetes világon, ahol csak lehet megjelenünk, így a médiában is. Hát akkor nagyon sok sikert kívánunk, nagyon klassz időt, reméljük, hogy egy kis felhő azért nem árt, mert, nem. De úgy tudom, hogy azért az esőre is fel vagytok készülve. Igen. 450 négyzetméter felületen zárt felettünk a terület, úgyhogy ázni sem fog senki, úgyhogy nyugodtan, ha rossz idő van, akkor is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Koncertjeinket azt gondolom, hogy meg tudjuk tartani, úgyhogy én nagyon jó kikapcsolódásban reménykedem mindenki részéről. Én meg azt gondolom, hogy egy igazi balsai az nem fél a víztől, akár alulról jön, akár felülről jön. Azt gondolom, hogy nyáron az mindenképpen az a lényeg, hogy együtt legyenek az emberek, beszélgessenek és jól érezzék magunkat. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és elmondtad mindezt nekünk. Köszönöm szépen. Korábban már beszéltünk a stúdióban a könyvtár nyári kezdeményezéséről, a Kamaszteraszról. Olyan középiskolás amatőr íróknak, költőknek indítottak foglalkozásokat, akik szeretnének egy közösséghez tartozni, megosztani egymással alkotásaikat. A csoportot Nagy Zsuka költő, író és Béres Tamás író vezeti, az első foglalkozásra a stábunk is ellátogatott. Bár már javában tart a nyári szünidő, de néhány diák mégis szívesen vett részt azon a foglalkozáson, amelyet a megyei könyvtár szervezett az írói vénával bíró tehetségeknek. Az ötletgazdák célja az, hogy egy közösséget teremtsenek az írókamaszoknak és fiataloknak, hogy lássák, a tapasztalt költők, írók ugyanúgy éreznek, ahogy a nők, ugyanolyan szép lelkű emberek, mint a szánybontogató szerzők. A foglalkozásokon megnézik majd egymás munkáit, stílusát, és a szakemberektől tanácsokat is kaphatnak az alkotó munkához. A megyei könyvtárnak az ötlete volt ez a Kamaszterasz, maga a név is nagyon-nagyon laza és nagyon-nagyon könnyed szójáték, és megkerestek engem, hogy lenne időm, kedvem szervezni egy ilyen foglalkozás sorozatot a kamaszoknak, és csatlakozott hozzánk Péres Tamás is, mint prózás, prózaíró, ugye az ifjúsági, egy ifjúsági antológiában jelent meg antológiája, ami által az év írója is lett, az ifjúsági írója is lett, úgyhogy jó helyen vannak a prózások is a foglalkozáson. Én magam is foglalkozom prózával és versekkel. Mindenképpen a célunk az, hogy egy kis közösséget teremtsünk az író fiataloknak és kamaszoknak, hogy lássák, hogy nem csak egyedül vannak, hanem itt vagyunk mi is, ugyanúgy érzünk, ahogy ők, ugyanúgy szorongunk, ugyanúgy érző, érzékeny, szép lelkű emberek vagyunk, és szerintem nagyon fontos, hogy egy közösségbe tartozunk, és nézzük meg egymás munkáit, nézzük meg, hogy kinek mi a stílusa, milyen önkifejezési formákat használnak, szigorúan nem intézményesült keretek között, kint a teraszon. A kreatív írás szót kerülném is, meg nem is. Ez a cél, ez a végcél, hogy egy kreatív írás kurzus is létrejöjjön ebből a beszélgetős, ki mit ír és szövegcsiszolgatós programokból. Mindenképpen most a legelső foglalkozáson bemutatkozunk, megbeszéljük azt, hogy mi az a vers, mi az a próza, meg azt a dolgot járjuk körül, annak a pszichológiáját, hogy miért ír az ember. Az írás az társ, az írás az terápia, létszükséglet, önkifejezés,
kifejezés, tehát mindenképpen azt a lélektant kezdjük el boncolgatni, amiért az író író lesz, és azt mindig meg fogják kérdezni, hogyha hobbíró lesz, hogyha hivatalos író lesz, hogy kezdted, miért írtál, hogy alakult ez ki, tehát teljesen lemenni a gyökeréig, aztán pedig hozzuk a szövegeket, és megnézzük, hogy hogyan lehet ebből mesterséget csinálni, mert ugye azért a költészet és a prózaírás maga mesterség is. A szófordulatok, ugye egy-egy kötőszó, hol helyezkedik el, ugye maga a sorrend, a szónak a sorrendje, a mondattana, az összefüggések, szóval nagyon-nagyon izgalmas elmélet és absztrakt dolog is az írás, azon felül, hogy a kamaszoknak a lelkét mutatja meg, és fejezi ki, és egy társ is maga az alkotás. Az első foglalkozáson nagy részt középiskolások vettek részt. Egyikük Magyar Boglárka, amellett, hogy kitűnő tanuló, a Vasvári Színjátszókör tagja, rengeteget olvas és több műfajban ír is. Régen írtam verseket, most elsősorban novellákat írok, és majd egyszer egy könyvet is szeretnék írni, és az elmúlt tanévben volt lehetőségünk arra a testvéremmel, hogy a Vasvári Pál gimnáziumba, ahova járok, megírhassuk a Karácsonyi időutazás című darabot, és karácsonykor ezt mutatta be a mi vasvári színjátszókörünk. Nagy Zsuka a Vörös Postakocsi munkatársaként is szívén viseli a fiatal tehetségek támogatását. A postakocsinak is van egy demo nevű pályázata, augusztus 1-ig lehet 15 és 20 éves korig korosztálynak beküldenie novellákat és verseket. Mindenképpen szeretnénk együttműködni a Szemlével is, a Könyvtárral és a Postakocsival is, hiszen itt vagyunk Nyíregyházán, itt élünk, itt dolgozunk, és reméljük, hogy ők lesznek a jövő tehetségei és helyi írói, akik tovább viszik a szép írásnak a szépségét, és mindenféle izgalmas dolgokat fognak csinálni itt a kultúrában és a szépírásban, itt a megyében és a nyíregyházi közönségnek és olvasó szeretőknek. A szervezők elsősorban a középiskolás korosztályt várják, de szívesen látják a 7.-8. osztályosokat, sőt a felsőoktatási intézmények hallgatói is csatlakozhatnak hozzájuk minden második héten csütörtökön a megyei könyvtár teraszán. Most pedig egy kicsit tovább utazunk, mégpedig Tokajba. Fintor Gábor vendégünk, a Tokaji Fesztivál Katlan ügyvezető igazgatója. Köszöntelek itt Nyíregyházán. Köszöntöm a nézőket. Kedves Gábor, hát azt hiszem már 3 éve gyakorlatilag az ország egyik legkülönlegesebb helyszínére várjátok a nézőket. Az elmúlt 3 év elegendő volt ahhoz, hogy már országos hírnévre tegyen szert a Fesztivál Katlan? Hogy érzed? Azt gondolom, hogy teljes mértékben, ugye ez már a 3. teljes évad. Idén már világsztárt is köszönhetünk a Fesztivál Katlanban, ahol a minőség, a kultúra és a gasztronómia találkozik. Azt gondolom, hogy egyedi helyszínről beszélünk, több mint 2500 fő befogadására alkalmas, ez egy szabadtéri színpad, és hát alapvetően ugye Tokajban van, Tokaj nevét pedig szerte a világon ismerik, elsősorban a borászati kultúrának köszönhetően. Egyébként ezt a borászati kultúrát ezt megtekinthetik a Fesztivál Katlanban is, hiszen üzemeltetünk egy vinotéka exkluzív borüzletet, ahol a hegyalja területéről több mint 20 fajta borász, több mint 100 fajta palackozott bora található meg, úgyhogy már csak ezért is érdemes ellátogatni a Fesztivál Katlanba, és hát ez a gasztronómia egyik része. A másik része, ami a szlogenben szerepel, az pedig a Fesztivál Katlan vacsorahajó. Bizonyos események alkalmával a Bodrog folyón hajókázva tölthetünk el egy kellemes vacsora estét. Ez egy teljesen új és egyedi kezdeményezés, ilyen még nem volt Tokajban és a környékén, úgyhogy erre is szeretettel várjuk a kedves nézőket. Fesztiválkatlan.hu. A vacsorahajóval kapcsolatban is megtalálnak minden információt, a vinotékával kapcsolatban is, illetőleg hát a programjainkkal kapcsolatban is, amelyek ugye már el is indultak május közepétől. Gyakorlatilag ez egy gasztronómiai és egy kultúrmisszió, ami ott egy helyszínen megtekinthető. Ez nagyon izgalmasan hangzik, ez a vacsora hajó. El tudom képzelni, hogy nagyobb társaságok, vagy akár esküvők alkalmával is remekül lehet ezt a dolgot használni. De most akkor egy picit kanyarodjunk időben vissza egészen májusig, és koncentráljunk a 2017-es esztendőre. Mi minden volt eddig, és mi volt a legnépszerűbb a nézők körében? Hogy említettem, május közepétől szeptember közepéig a legváltozatosabb műfajú előadásokkal, humorestekkel, kamara előadásokkal, musical estekkel, színházi előadásokkal várjuk a nagy érdeműt. Ezek között május közepétől mostanáig
főleg a teátrumban, mert hogy két játszó helyszínen rendezzük az eseményeinket. Egyrészt a teátrumban, ez egy kisebb befogadásra alkalmas rendezvénytér, a nagy színpad alatt tulajdonképpen, illetve a már említett 2500 fő befogadására alkalmas nagy színpadon. Hát tulajdonképpen ez adja a profilunkat igazából, és ezek a úgymond kulturális nagy durranások, amik jellemzően az egész országot megmozgatják, és erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen tavaly több mint 35 ezer látogató volt a Fesztiválkatlanban. Hát a teátrumi események közül itt volt velünk például Nógrádi György, Pál Feri atya, volt humorestünk Kőhalmi Zoltánnal, vagy éppen Csákányi Eszter a Női Lélek ezer arcáról, sok színűségéről mesélt zenés előadóast keretében. A gyermekeknek is kedveztünk, mi szerveztük a városi ingyenes gyermeknapi eseményeit, egy egésznapos programsorozatot ölelt fel, és ezen kívül még kedveztünk a gyermekeknek, hiszen június közepén az Alma Zenekar koncertjét tekinthették meg, ez már a nagy színpadon volt, csak úgy, mint a múlt hétvégi Karamell élőkoncert, amelyre Budapestről is érkeztek egyébként látogatók. Eddig ezek az események voltak, és mondhatjuk azt, hogy igen nagy népszerűségnek örvendenek, úgyhogy még hasonló jellegű események lesznek egyébként. Egyébként örül a szívem, mert tényleg különlegességek, és valóban olyan neveket soroltál föl, akik minőséget képviselnek. Meg tudjátok őrizni ezt? Tehát, hogy ennyire hűek maradni egy bizonyos szinthez, és nem az olcsó tömeg szórakoztatás irányába el menni, mondjuk azért, hogy azért versenyképesek maradjatok is. Ez a filozófiánk, ez a célunk, mindenképpen erre fogunk törekedni, ezt mondhatom a Fesztiválkatlan Kft. Vezetőségének a nevében is, illetőleg a Broadway Ticket Hungary nevében, hiszen mi tulajdonképpen a Fesztiválkatlant üzemeltetjük, Tokajvárosi Önkormányzatával van egy megállapodásunk, és a filozófiánk egyértelműen a minőségi szórakoztatás, ugye a szlogenünkben is szerepel, és azok az exkluzív előadások, ahol máshol nem nagyon található meg. Így például hétvégén majd július 16-án lesz az Experience Társulat Nostradamus című előadása. Itt a Földünk ezer arcát, misztikummal teli világát keltik majd életre a kiváló táncosok. És ez a nagy színpadon lesz természetesen, és itt az idegenvezető Gangsta Zoli lesz. És hát ezen kívül még számos olyan produkció lesz júliusban, ami felkeltheti a nézők érdeklődését. Ezek közé sorolható a musical szerelmeseinek a Muzsika hangja című darab, amelyet Eperjes Károly rendezésében láthatnak majd a kedves nézők. Erre is invitálunk mindenkit, természetesen ez július 22-én lesz. És hát a várva várt nagy esemény, a világsztár, hogyan kezdtem a bevezetőt is, Thomas Anders és a Modern Talking Band július 29-én a retro szerelmeseinek, ez egy kihagyhatatlan élmény, a legmodernebb fény- és hangtechnikával fűszerezzük meg ezt a koncertet. Egyébként erre a legnagyobb az érdeklődés természetesen. Már sok jegyelkelt? Nagyon sok jegyelkelt erre az előadásra. Fesztiválkatlan.hu, jegy.hu, nagyon sok helyen ott vagyunk az ismert jegyirodákban, érdemes ellátogatni, és a Thomas Andersen kívül még majd augusztusban is lesznek szép számmal fantasztikus produkciók, amelyeket egy későbbi műsorban ugye majd ismertetünk, de még hogyha a júliushoz visszakapcsolódunk, akkor a teátrumi eseményekről néhány szót lehetne ejteni. Ide sorolható július 21-én lesz a Párterápia című végjáték az Orlai Produkciós Iroda jóvoltából, illetőleg bemutatásaképpen. Tehát ez egy vígjáték lesz, ezt követően... Nyilván a szerelem feneketlen, igen, és Gödrei és Bugyrai, így van. Természetesen ez meg fog elevenedni a teátrumi Fesztiválkatlan színpadán. Oláj Bolya július 28-án, tehát Thomas Anders előtt egy nappal a teátrumban, a karcos hangú énekesnő élő koncerttel fog előrukkolni, és még egy úgymond ízelítő, ez már ugye augusztus eleje, de azért nagyon érdekes lehet, Kern András, és őt fogjuk vendégül látni, a Kellékes című darabot hozza el, ez tulajdonképpen az ő egész estés sója lesz, úgyhogy hát Kern András azt hiszem, hogy
mindent elmond. Nagyon izgalmas, és tudod, hogy számomra ki a legirigylésre méltó ember itt most a stúdióban? Te, hiszen valószínűleg mindezt látni fogod. Egyébként nekem meg van egy modern talking jelvényem, úgyhogy esetleg kölcsön szeretettel tudom. Szeretettel várunk. Jó, köszönöm szépen. Mi pedig szeretettel várunk majd téged augusztusban, köszönöm Gábor. Köszönöm szépen. A kedves nézőket pedig egy újabb Gáborra hívom meg szeretettel, illetve én el is sétálok itt a stúdióba. Gábor már gyönyörű alkotásokat készített, Nagy Gábor. Hát, kedves Gábor, először is azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép hivatást választottál, a virágkötészetet. Egy picit mesélj arról, hogy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy te ezzel kezd foglalkozni. Először is üdvözlöm a kedves nézőket. Maga ez az ötlet úgy jött, hogy 11 évvel ezelőtt a szüleim nyitottak egy virágüzletet Vásárosnaményban, és már egészen kiskoromtól kezdve ebbe voltam benne, és maga úgy beletanultam ebbe a szakmába. Az anya tejjel szívtad magadba tulajdonképpen, igen, a virágok, igen, szeretetét, ugye nincs ez, nincs erről tulajdonképpen, nem azt mondom, hogy mit beszélni, mert lenne, de hát azért mégiscsak az, ahová eljutottál, az lehet, hogy még a szüleid álmain is túl van, hiszen nemrégiben Pápán jártál, ha jól tudom. Tatán, bocsánat, egy versenyen, és hát ott szinte mindenféle létező díjat és elismerést megszereztél ennek a bizonyos vásárosnaményi virágboltnak, vagy inkább önmagadnak? Hogy érzed ezt? Most a családot képviseled ezeken a versenyeken, vagy ez már a te stílusod elsődlegesen? Szerintem mindkettő. Mindkettő, maga a családot is, maga az üzletet is, de magamat is. Na mutassuk be azt, amit itt most készítettél, illetve ezek azok az alkotások, amelyel nem nyertél? Nem. Azokat az alkotásokat hoztam el, amit egy tavaszi virágkötészeti bemutatón készítettem. Uh-huh. Februárban volt Sziget-Szent Miklóson egy virágkötészeti bemutató, amit Klein Andrea mester virágkötővel együtt tartottunk, és onnan hoztam el két alapot, egy kicsit átalakítottam, és ezt mutatom most be. Egy picit a trendekről mesélj nekünk. Nyilván a kedves nézők elsődlegesen mondjuk különböző éttermekben, esküvőkön, kiállításokon találkozhatnak ilyen különlegességekkel, mert valljuk be azért, hogyha mondjuk egy születésnapra vagy névnapra megyünk, azért ilyen gyönyörű műremekeket általában nem készítenek nekünk a virágüzletekben, vagy esetleg nem tudjuk megfizetni, de cáfolj meg, ha nem így van. Nálatok otthon esetleg szinte ilyen alkotások is kikerülnek, ha valaki pusztán egy virágcsokorért betér az üzletbe? Szoktak. Vannak konkrétan olyan vásárlóink, akik különlegességeket szeretnek, és akkor ők nekik készítünk ilyen alkotásokat. Nem feltétlenül annyira nagyon költségesek ezek, tehát mindenféleképpen lehet különlegeset, akár kevesebb költségből olcsóbban is, csak ugye vannak olyan vásárlók, akik ezt igénylik, vannak, akik nyitottabbak az újdonságokra, viszont vannak olyanok, akik csak a klasszikushoz ragaszkodnak. Hát azt gondolom, hogy mint mindenben itt is talán a fantázia a legfontosabb, tehát hogyha gyakorlatilag minden mesterember jó fantáziával is bír, akkor különlegeset képes alkotni. Egy ilyen alkotáshoz hogy szoktál hozzákezdeni? Először megálmodod, megszerzed a hozzávalókat, és utána készül el, vagy csak úgy nekiesel, és akkor ami kijön belőle? Változó, tehát versenyeken mindenféleképpen úgy van, hogy ugye megkapjuk a kiírást, hogy mit kell elkészíteni, és akkor utána jön a tervezés, ugye az egy hosszabb folyamat, ugye mindent meg kell tervezni, hogy ugye virágkötészetileg is rendben legyen az az adott alkotás, és akkor ugye utána beszerzem a virágokat, és már ott a versenyen ugye itt Tatán mi volt a koncepció? Itt Tatán a téma az aratás volt, három feladatot kellett elkészíteni. Az első feladat az egy térkompozíció volt, amelynek a tatai vízimalmoknak a hangulatát kellett visszaadnia. Mennyi idő volt a felkészülésre? Hát az van, hogy durán egy hónap. Uh-huh. Tehát úgy jött meg a kiírás, hogy egy hónappal a verseny előtt, és akkor egy hónap volt a felkészülésre. És akkor te kitaláltad, gondolom, elméletben, hogy mit szeretnél, de ott kellett megvalósítani a helyszínen, vagy igen, oda érkezhettél, tehát már egy félig kész kompozícióval akár? Tehát maga az alapokat el lehetett készíteni, viszont élő növényi részeket nem tartalmazhattak, sem élő virágot, semmit, tehát ez mind ott került be. Értem. Azért mondjuk el a nézőknek, hogy milyen díjakat kaptál, mert ugye mi sajnos nem voltunk ott a helyszínen.
Igen, tehát három kategória volt, mint már említettem, volt a térdisz kategória, volt egy mezei kévecsokor, és volt egy aratási koszorú, és mind a három kategóriában az első helyet szereztem meg, és így összesítettben is én lettem az első, és így megnyertem magát a magyar bajnokságot és a magyar bajnoki címet. És ez mivel jár egyébként? Tehát nyilván elismeréssel, örömmel, de ettől most többen lesznek az üzletetekben, vagy több felkérést kapsz, vagy esetleg felfigyelnek rád a világ több pontjáról, akár mondjuk a Tokaji Fesztivál Katlanból, és legközelebb már ott láthatjuk a te remek alkotásaidat. Tehát mindenféleképpen maga a vásárlói kör is ugye növekszik ezekkel a versenyekkel. Maga szakmai szinten is ugye jobban megismernek, és ugye az van, hogy most ugye, hogy a magyar bajnokságot megnyertem, így lehetőségem lesz arra, hogyha majd 2020-ban lesz az Európa-bajnokság, akkor azok között a lehetséges versenyzők között leszek, akiből kiválasszák, hogy ki képviseli Magyarországot. Értem. Olimpia is van? Hát milyen világbajnokságok, Európa-bajnokságok ezek vannak. Most jelenleg, amire készülök, az szeptemberben lesz Belgiumban a Euroflirt ifjúsági Európa-bajnokságot, én fogom képviselni Magyarországot. Úgyhogy nem mosolyogj annyira, mert nem biztos, hogy hülyeséget kérdeztem, mert lehet, hogy lesz majd ilyen olimpia, csak még nem tudsz róla, és mondjuk az 2030-ban lesz, ki tudja, bármi megtörténhet. Én szívből gratulálok neked a nézők nevében is, és azt kívánom, hogy maradjon meg ez a hihetetlen kreativitásod, ez a kedvességed, és a hited abban, hogy jó úton jársz. De azért hoztál még itt ilyen kis tündéri kis apró virágokat. Mutassuk meg, hogy nem csak úgy kitaláltuk, hogy te egy ilyen díjnyertes világbajnok vagy, hanem valóban egy kis trükköt is addig, ameddig még itt van időnk arra, hogy hogyan is készülnek ezek. Tehát igen, ezek élővirágok? Élővirágok. Két különböző technikával elkészített csokrot hoztam. Ő egy kézben kötött, tehát ő kézben kötött változat. Uh-huh. Ő pedig egy ragasztott, tehát itt le vannak vágva a virágfejek, le vannak viaszolva a végeik, tehát viaszba vannak mártva, ezzel le van zárva a vége, így kevesebbet párolok, tehát tartósabb virágok, valamint ugye a ragasztott csokrokban tartósabb virágokat használunk fel. És ezt pedig rendesen vízbe lehet tenni, ezt a kis tündércsokrot, én így nevezem, nagyon jó kis puha vatta prém galléra, hogy megsérüljenek ezek a kis cuki virágok. Igen, őt vízbe lehet tenni, ő pedig ragasztott, mivel ugye tartósabb virágok kerültek bele, így több napig szép marad. Hát én azt gondolom, hogy bármelyik nő nagyon tudna örülni egy ilyen virágnak, és bármelyik gyönyörű termet, kiállító termet, vagy akármi mást is csodálatosan szépé varázsolna. Hát Gábor, még egyszer köszönjük. Azt gondolom, hogy a nézők nevében is azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon-nagyon ügyes vagy. Kedves Gábor, köszönjük még egyszer, reméljük, hogy egy legközelebbi versenyeden már a Kölcsei TV is ott lesz, és akár a Híradóban is beszámolhatunk majd arról a sikerről, amit akár mondjuk Belgiumban elérhetsz. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Mi pedig hamarosan folytatjuk a Weekend második részével, tartsanak velünk akkor is.